következő gyakorlatsort csípőprotézises betegeinknek ajánljuk közvetlenül hazabocsátás után. Azt javasoljuk, hogy a gyakorlatokat naponta kétszer délelőtt és délután végezzék el. Ahogy a funkció javul, az ismétlésszám, ezáltal a torna időtartama fokozatosan növelhető. Lássuk a gyakorlatokat. Hanyatfekvésben elhelyezkedünk az ágyon, nyújtva vannak a térdek, igyekszünk csípőszéles távolságot tartani a két láb között, és ellenőrzik, hogy a térdeink fölfelé nézzenek. Nyújtott térd mellett a lábfejekkel kezdünk integetni. Magunk felé húzzuk a lábfejeket, és előre lefeszítjük. Fölhúzzuk a lábfejeket, és lefeszítjük. Fölhúzzuk a lábfejeket, és lefeszítjük. Fölhúzzuk, és lefeszítjük. Fölhúzzuk, és lefeszítjük. Fölhúzzuk, és lefeszítjük. Fölhúzzuk, és lefeszítjük. Fölhúzzuk a lábfejeket, maradjon ebben a pozícióban a láb, és a combizmokat feszítsük meg együtt mindkét lábon, lenyomjuk a tért hajlatokat az ágyra, tartjuk megfeszítve, nagyon jó, és lazítunk. Megfeszítjük a combizmokat, lenyomjuk a tért hajlatokat, és lazára engedjük. Feszítjük a combizmokat, és lazára engedjük. Feszítjük a combizmokat, és lazára engedjük. Még egyszer megfeszítjük a combizmokat, és lazára engedjük. Jó? Most a farizmokat szorítsuk össze két oldalon egyforma erővel, és elengedjük lazára. Ügyeljünk rá, hogy szép egyenletesen vegyük hozzá a levegőt, ne feszüljön be a törzsünk. Megfeszítjük a farizmokat, és lazára engedjük. Megfeszítjük, és elengedjük lazára. Ismét feszítjük a farizmokat, és lazára engedjük. Megfeszítjük, és lazára engedjük. Nagyon jó. Na még egyszer, megfeszítjük, és elengedjük lazára. Most először az egészséges lábat húzzuk föl talpra, csúsztatva, figyelünk rá, hogy a térd végig fölfelé a plafon felé néz, nem hagyjuk kifordulni a térdet, vissza csúsztatva kinyújtjuk a lábat sarokkal, picit megnyújtózkodunk. Ugyanezt a műtött lábbal fölhúzzuk talpra a lábat. Itt figyelünk rá, hogy betartsuk azt a szabályt, hogy a felső test és a comb között maximum derékszögű hajlítás lehet. Vissza kinyújtjuk a lábat, és sarokkal kicsit megnyújtózunk. Továbbra is egyenletesen vesszük a levegőt. Ismét az egészséges lábat húzzuk talpra. Nagyon jó. Vissza kinyújtjuk, és nyújtózunk sarokkal. A műtött lábat húzzuk talpra, ez az, vissza kicsúsztatjuk és nyújtózunk sarokkal, az épp lábat húzzuk talpra, vissza kinyújtjuk, nyújtózunk, a műtött lábat húzzuk föl, vissza kinyújtjuk, nyújtózunk sarokkal, az épp lábat hajlítjuk, nyújtjuk, nyújtózunk sarokkal, és a műtött lábat húzzuk föl, és vissza nyújtjuk, megnyújtózunk. Nagyon jó. Engedjük lazára a lábakat, a terpesztések fognak következni. A lábfejeket ismét magunk felé húzva tartjuk, figyelünk rá, hogy a gyakorlat során ne emelkedjen meg a láb, és együtt kicsúsztatjuk két oldalra terpeszbe a két lábat, és visszacsúsztatjuk úgy középre, hogy nem zárjuk össze a lábakat, tartjuk közötte a kicsi távolságot. Kicsúsztatjuk terpeszbe a lábakat, nagyon jó, és visszahúzzuk középre. Ennél a gyakorlatnál esetleg hozzátartozó segíthet, hogyha úgy érezzük, hogy nem tudjuk saját izmunkkal elvinni a véghelyzetig a lábat. Kicsúsztatjuk terpeszbe a lábakat, és visszahúzzuk csípőszélességig. Kicsúsztatjuk terpeszbe a lábakat, nagyon jó, és vissza középre.
terpezbe csúsztatjuk a lábakat, és vissza középre. Terpezbe csúsztatjuk, nagyon jó, vissza középre, és még egyszer terpezbe csúsztatjuk a lábakat, és visszahúzzuk középhelyzetig. Megállunk, fölhúzzuk talpra mindkét lábunkat, igyekszünk úgy elhelyezni a lábakat, hogy ugyanannyira húzzuk föl a jobb és a bal lábat, akkor a két térdünk egy szintbe lesz, és figyelünk rá, hogy ne dőljenek be a térdek, ne menjenek egymás felé. A két kéz lent támaszkodik az ágyon, és a medencénket a két lábon és a két kézen támaszkodva megemeljük a levegőbe, jól összeszorítjuk a farizmokat, vissza leengedjük az ágyra, és lazítunk. Ne hagyjuk befeszítve az izmokat, nehogy begörcsöljön a comb hátsó része. Ismét megemeljük a medencénket a levegőbe, és vissza leengedjük. Nagyon jó. És lazítunk. Fölemeljük a levegőbe, vissza leengedjük az ágyra, és lazítunk. Ez az. Fölemeljük a levegőbe, vissza leengedjük, és lent lazítunk. Fölemeljük, és visszaengedjük, lazítunk. Még egyszer fölemeljük a medencét a levegőbe, és visszaengedjük, lazítunk. Nagyon szép. Marad lent a medence az ágyon, a két térdünket két oldalra nyitjuk, arra figyelünk, hogy addig vigyük oldalra, ahol még érezzük, hogy tudjuk tartani, van izomkontroll. Oldalra engedjük a térdeket, és amikor visszahúzunk, ismét nem zárjuk össze a térdeket, hanem figyelünk a csípőszéles távolság megtartására. Nyitjuk két oldalra a két térdet, és visszahúzzuk csípőszélességig. Nyitjuk oldalra a térdeket, nagyon jó, visszahúzzuk középre. Nyitjuk oldalra a térdeket, és visszahúzzuk középre. Oldalra, és vissza középre. Na még egyszer, oldalra, és vissza középre. Jó, a következő feladatnál figyelünk rá, hogy a térdek végig fölfelé nézzenek, nem hagyjuk kifordulni a térdeket. A két lábat az ágyon csúsztatva együtt kinyújtjuk terpezbe, és nyújtott térdel behúzzuk középre, anélkül, hogy teljesen összezárnánk a lábakat. Együtt fölhúzzuk talpra a két lábat, nagyon jó, innen kicsúsztatjuk terpezbe a lábakat, a térdek fölfelé néznek, pipál a lábfeje nyújtott helyzetben, és nyújtva visszacsúsztatjuk csípőszélességig középre. Együtt talpra húzzuk a lábakat, kinyújtjuk terpezbe a két lábat, és nyújtva behúzzuk középre. Talpra húzzuk a két lábat, kicsúsztatjuk nagy terpezbe, és nyújtva behúzzuk középre. Talpra húzzuk a lábakat, ez az, kicsúsztatjuk nagy terpezbe, és nyújtva középre. Még egyszer talpra húzzuk a lábakat, kicsúsztatjuk terpezbe, és nyújtott térdel behúzzuk középre. A következő feladat majdnem ugyanez lesz, de visszafelé sorrendben. A két lábat együtt csúsztassuk ki terpezbe, innen húzzuk be középre talpra a lábakat, és középen kinyújtjuk mindkét lábat, sarokkal megnyújtózunk. Nyújtott térdekkel terpezbe csúsztatjuk a lábakat, ez az, innen húzzuk föl talpra a lábakat, és középen kinyújtjuk. Nyújtott térdel terpezbe csúsztatjuk a lábakat, fölhúzzuk talpra, és középen kinyújtjuk. Terpezbe csúsztatjuk a lábakat, innen fölhúzzuk talpra, középen kinyújtjuk. Terpezbe csúsztatjuk a lábakat, talpra húzzuk, és középen kinyújtjuk.
Még egyszer terpezbe csúsztatjuk a lábakat, fölhúzzuk középre talpra, itt megállunk. Helyben lépegetés fog következni. Ennél a feladatnál ügyelünk rá, hogy a derékszögű hajlásszöget nem léphetjük túl a műtött oldalon. Ha az ágy vége picit meg van emelve, akkor figyelembe kell venni, hogy a törzsünk följebb van, tehát akkor már függőlegesig sem jöhet föl a combunk. Az egészséges lábat bátran fájdalom határig hashoz húzhatjuk, és visszatesszük talpra. A műtött lábat megállítjuk, esetleg hozzátartozó ellenőrizheti az elején, hogy túllépjük a megadott mozgás határt, és vissza. Az egészséges lábat húzzuk hashoz, és visszatesszük talpra. A műtött lábat kevésbé emeljük, és vissza. Az egészséges lábat húzzuk föl és vissza. A műtött lábat, és vissza, nagyon jó. Az egészséges lábat emeljük, vissza. A műtött lábat, vissza. Egészséges láb, vissza. Műtött láb. Vissza, nem műtött láb, vissza, műtött láb, vissza, na még egyet, épp lábat emeljük, vissza, és a műtött lábat, vissza. Nagyon jó. Kinyújtjuk mindkét lábunkat, pipál alá fej, a sarkat toljuk előre, és egészen derékból megnyújtózkodunk, egyszer az épp lábbal, egyszer a műtött lábbal, bátran, hosszan derékból nyújtózunk. Egyik láb nyújtózik, másik láb, nyújtózunk, nyújtózunk, csere, 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 és lazítunk. Kedves egészségére!